egy elveszettnek gondolt zarándokváros felfedezéséről, és a Nagy Szulajmán szultán titkairól tart előadást dr. Papp Norbert geográfus a 650 éves Pécsi Tudományegyetem Nyitott Egyetem című műsorában. Tartsanak velünk! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves tévénézők! Egy időutazásra hívom Önöket. Itt az előadás elején elrepülünk vissza az időben 450 évet. Milyen események történtek Szigetváron, amely nyomán az a kutatás, amit az elmúlt három évben folytattunk, olyan ismereteket tárt föl, amelyek alapvetően megváltoztatják Szigetvár emlékezetével kapcsolatos ismereteinket. Tehát 450 évvel ezelőtt, szeptember 6-áról 7-ére virradó éjjel elhunyt Szulajmán, mikor Szigetvár alá érkezett, már 71 éves elmúlt, igen betegen érkezett, és serege hosszú ideig ostromolta a várat. Végül a várat bevette a sereg, de Szulajmán ezt a győzelmet nem élhette meg, előtte meghalt. A sereg vezetői egy óriási dilemmával szembesültek, hogy bejelentsék-e a szultán halálát. Az oszmán ház 36 uralkodója közül mindössze kettő volt olyan, aki távol a fővárostól, csata közben halt meg. Szulajmán halála idején még nem dőlt el az ostrom, erre még egy kis időt várni kellett, nem sokat, de várni kellett. És a Szokulu Mehmed, a nagyvezír egy rendkívüli döntést hozott, eltitkolták a szultán halálát. Azért volt erre szükség, mert a sereg 50-60 ezres, igen jelentős, de csak 50-60 ezres sereg volt, mely ekkora már elvesztett több mint 20 ezer, talán 25 ezer harcost is. Nem messze Győrnél egy jelentős keresztény sereg gyülekezett, rendkívül bizonytalan volt ez a helyzet, a trónörökös Szelim távol volt, Isztambulban volt, nem volt, aki átvegye a szultáni szerepet, a apja örökét, és időt kellett nyerni. Azt jelentette, hogy elrendelték, hogy csak egy nagyon szűk kör tudhat a halálesetről, és a szultán zsidó orvosai a holttesttel bizonyos eljárást folytattak le, abból a célból, hogy ezt az eltitkolást meg lehessen valósítani, azokat a szövetrészeket, belsőségeket, amelyeket nem lehetett szárítani, ezeket kiemelték. Tudjuk, mert Ahmed Feridun, a szultán titkára ezeket lejegyzetelte, és tudjuk, hogy legalább kétszer kezelték a testet, egy ládába helyezték, a trónszék alá eltemették, textíliába bugyolálták, és csak 42 nap után indultak el vele egy ládába téve a testet Belgrád, illetve Isztambul felé, és ott Belgrád környékén találkoztak a trónörökössel, jelentették be a halálesetet, és került el Szulajmán teste ebbe a mauzóleumba, Isztambulba, ez a Szulajmánie külijének, tehát annak a komplexumnak a türbéje, amit az ő tiszteletére építettek. Később az új uralkodó elrendelte egy pompás síremlék, egy másik türbének a létesítését, azon a helyen, ahol Szulajmán meghalt. Egyes források azt említik, hogy azon a helyen, ahol a test a földbe került, míg mások, főleg a későbbiek már azt is említik, hogy azt a helyet, ahol a szívét és más belsőségeit eltemették. Valahol Szigetvár környékén, azon a helyen, ahol a szultán sátra állt, ahol a haláleset megtörtént, igaz, később, 1575-76 magasságában egy türbét emeltek. Hogy hol volt ez a türbe, az ezzel kapcsolatos érdeklődés, ez a tudományos berkekben valamikor a 20. század elején jelentkezett. Kialakult egy vita, hogy hol lehetett ez a türbe. Az a hely, ahol hosszabb ideje keresik, az Szigetvártól északra, északkeletre, az Almás-pataktól pedig
keleti irányba feküdt. Két helyszínt kell most itt megemlítenem a korábbi lehetséges helyek közül. Az első török temető, ahol a Magyar-Török Barátság Park állt, mely kapcsolatban egy 1689-es térkép tanúságával kell szembesülnünk. 1689-ben egy Leandro Anguissola nevű hadmérnök készített egy rajzot, amely elmagyarázta a haditanács számára, hogy miért ilyen bonyolult dolog Szigetvárnak a visszafoglalása, és ennek kapcsán bejelöl egy helyet, úgynevezett F helyszínt, ezt a helyszínt, amellyel kapcsolatban egy sajátos bejegyzést is tesz, tehát egy ötszögletű helyet, fákkal és valami kerek valamivel, amit aztán különbözőképpen értelmeztek. Tehát látjuk, hogy az Almás patak mentén északra, észak-kelet irányba volt ez a hely, és itt az F helyszínnek a német nyelvű szöveg fordítása a hely, ahol Szulejmán, a törökök császára meghalt. És ebből egyesek azt a következtetést vonták le, hogy talán akkor az Almás patak mellett kell keresnünk azt a helyet, ahol meghalt, és az a kerek jel, az talán maga a tűrbe. Ez volt az egyik feltételezés. 1994-ben a szultán születésének 500. évfordulóján megépült a Magyar-Török Barátságpark, amiből mindenki ezeket a szobrokat jegyzi meg, pedig valójában fontosabb objektum itt hátul látható, ahol a szultánnak a szimbolikus sírja is található. Tehát ez az egyik lehetséges tűrbe helyszín. A másik ilyen helyszín, ami mellett nagyon sok érv szólt és sok publikáció született, az előbb említett helytől 7-800 méterre légvonalba fekvő turbéki Szűzmária templom, katolikus kegytemplom, amelynek a falára 1913-ban kikerült ez a kétnyelvű oszmántörök és magyar nyelvű szöveg, amely megemlékezik, hogy hát a szultán itt halt meg, belső szerveit itt temették el, és ezen a helyen épült meg a síremléke, és a templom pedig erre a helyre épült föl, ennek az alapjait használták volna fel a későbbi templom építők. Tehát a két hely között volt egy vita, és hát van, aki emellett, valaki mások pedig a másik hely mellett érveltek. Eszterházy Pál fiatal tisztként részt vett Zrínyi Miklós téli hadjáratában, és akkor eljutott ide Szigetvár alá, sőt, ezek a csapatok, amelyeknek ő is tagja volt, ezek ezt a Turbékot, Turbék nevű települést, ezt felégették, ugyan Zrínyi Miklós megtiltotta, hogy a síremléket és a nagyobb épületeket lerombolják, de a településnek a kevésbé értékes részeit, azokat bizony ezek a csapatok felégették. Utána győzték a törökök ezt újjáépíteni, úgyhogy fél év múlva, amikor Evlia Cselebi erre jár, valamikor 1664 nyarán, akkor már nagy munkába találja az építkezőket, és azt írja, hogy újjáépítik a települést, és sokkal nagyobb méretben, mint korábban. Amit tudunk erről a helyről, azt hosszabb ideje leginkább ebből tudjuk. Látjuk, hogy itt egy erődítmény van, az erődítmény belül pedig a jelkulcs alapján tudunk azonosítani épületeket, egy derviskolostort, vagy egy L-alakú cellás épületet, a katonáknak egy barakkot, és ezt mecsetnek írja le ezt az épületet, egy belső és egy külső mecset résznek, és ezen belül megjegyzi, hogy itt belül található Szulejmán sírja. Ezt az erődítményt pedig egy árok övezi, a délkeltre tájolt épületet, és az hozzá tájolt többi épületet keresték. De sikertelenül, ugye ezt azért tegyük hozzá, hogy sikertelenül, hiszen a kutatás első 110 évében a végső bizonyíték nem került elő. De különböző teóriák születtek, hogy miért egyik, vagy miért egy másik helyen van, de maguk az épületeknek az alapjai, ezek, erre utaló nyomok, ezek nem kerültek elő. Az én feladatom az 2012-ben az volt, hogy Ankarába novemberben egy delegáció tagjaként egy kutatási elképzelést vázoljak a török miniszterelnökségen, ahol a TIKA elnökének adtam elő azt az elképzelésemet, hogy a tűrbét azért nem sikerült eddig megtalálni, mert nem megfelelő módszerrel keresték.
És azt vetettem föl, hogy a 16. század közepétől a 18. század közepéig terjedő időszakban ennek a helynek a klimatikus viszonyai, a vízrendszere, a vegetáció jellege, a földhasználatnak a módja, és tulajdonképpen a használt úthálózat is jelentősen különbözött a maitól. Tehát én azt javasoltam, hogy mindenek előtt készítsünk egy tájrekonstrukciót, térinformatikai modellezéssel a kutatócsoporton belül, aztán el is készítettük ezt a tájrekonstrukciót, és ebből nagyon sok következtetést tudtunk levonni. Tehát látszik, hogy ez egy sokkal nedvesebb periódusban, egy sokkal kiterjedtebb vízfelületekkel jellemezhető időszak volt, nagy kiterjedése volt a mocsaraknak, a vizes réteknek, a vegetáció is vadabb volt, nagyobb kiterjedése volt az erdőknek, és az utak is máshol haladtak. A két dolgot viszonylag nagyon gyorsan ki tudtunk ebből deríteni. Az, hogy az egyik helyszín a török temető környéke, ahol a Magyar Török Barátság Park állt, amit Leandro Anguissola halálhelyként emleget, itt nem lehetett település, nem lehetett ezek az épületek, hiszen ez egy ártéri terület volt. Tehát néhány évente egy árhullámmal kellett számolni, oda senki semmi ilyesmit nem építhetett, és nincs is semmi nyoma ennek. Tehát ezt viszonylag gyorsan ki tudtuk zárni a lehetséges helyek köréből. A másik ilyen helyszín, ez a turbéki katolikus templom, a Szűz Mária templom volt, amely ugye ebben az útkereszteződésben épült, ugye akkoriban még egy hármas útkereszteződés volt itt. Erről a helyről pedig ugyancsak ez a geoinformatikai modellezéses módszer kiderítette, hogy egy olyan helyszín volt, amely egyrészt mélyen feküdt, ahonnan nem lehetett látni a várat, másrészt pedig vizes volt. A sereget a szultán jelenléte lelkesítette. Tehát olyan helyre kellett tenni, ahol egyrészt lehetett látni, és nyilvánvaló, hogy a szultán is látta a sereget, és látta leginkább a várat, amit ugye a csapatai ostromoltak. Mi azt gondoltuk, hogy nagyon valószínűtlen az a lehetőség, hogy egy vizes rétre, egy mélyedésbe rakták volna a szultán táborát, és azon belül a sátrát. A modellezés már viszonylag gyorsan hozott eredményeket, de persze használtunk hagyományos módszereket is. Átnéztük a korábban ismert forrásokat, azokat helyenként újra kellett fordítani, mert nem voltak pontosak, tehát ezekkel is voltak azért feladataink. De még fontosabb volt, hogy számos új forrást is sikerült találni, több mint 30 forrás alapján tudtunk dolgozni, amiből 15 volt olyan, amely alkalmas volt földrajzi elemzésre. Az volt a koncepciónk, hogy minden földrajzi indikációt, tehát minden olyan jellemzőt, ami a földrajzi környezetre utal, ezekből a forrásokból kinyerünk, ezeket megvizsgáljuk, és ezek alapján próbáljuk meghatározni azt, hogy hol lehetett a türbe, hol lehetett az a település, amely Szulejmán sírja körül kiépült. Itt egy német nyelvű forrás 1692-ből, amely nagyon fontos volt számunkra, mert nem csupán azt tudtuk meghatározni még korábban, hogy mikor épült a türbe és mikor alakult ki a település, tehát 1575-76-ban, hanem azt is ebből a forrásból tudtuk rekonstruálni, hogy mikor pusztult el. Tehát tudjuk, hogy 1692-ben, amikor ez az irat születik, ekkor már nem áll. Ugye azt írja a forrás múlt időben, hogy itt valaha szépen falazott templom állt, egy negyed mérföldre Szigetvártól, tehát ez nagyjából a korabeli mértékegységeket figyelembe véve 4 kilométert jelent, és azt is, hogy 1992-ről beszélünk, itt ma már csak egy fal áll. A másik ilyen nagyon izgalmas, tehát ez volt a legfontosabb irat, amit sikerült megtalálni és elemezni. 1730-as években járunk, egy vita támad az egyház és egy helyi birtokos család a Melczerek között, és tanúkat hallgatnak meg, hogy ki egy adott terület. És itt a harmadik tanú, a magát 80 évesnek mondó, Kolovics Franciscus, tanúvallomást tesz arról, hogy amikor ő fiatal volt az 1680-as években, akkor hogyan nézett ki Turbék. Ez a település úgy nézett ki, hogy a magban török papok, mondatik szófiák, vagyis szófik éltek, tehát a dervisek, a sejkükkel, vagy ahogyan írja a püspökjükkel, tehát a vezetőjükkel,
a sáncban, tehát az erődítményen belül az törökök, sáncon kívül pedig lakik az kereszténység. Tehát egy ilyen gyűrűs szerkezetben települtek meg Turbéknak a lakosai. Tehát ilyen és ehhez hasonló források segítettek számunkra eligazodni itt a kérdésekbe, amiből kiderült, hogy Turbék az egy olyan település volt, amely Szigetvár várától mintegy 4 km távolságra, keleti vagy északkeleti irányban, vagy egy óra gyaloglásra fekszik, egy dombos, hegyes helyen, szőlők és gyümölcsösök közepette. Erről a helyről egyébként szövegek elemzésén túl néhány térkép is megemlékezik. Ugye itt látjuk ezeket a 1680-as, 90-es évekből származó térképeket. Ezek megemlékeznek Turbékról, amely Szigetvártól keletre fekszik. Tehát látjuk itt a piros nyíl minden esetben Turbékot jelöli. Ez különböző nyelvű térképek, három közülük még azt is fontosnak tartja megemlíteni, hogy Turbék az a hely, ahol Szulajmán szultán eltemetésre került, vagy valamilyen eltemetésre került. Fontos volt számunkra ez a térkép sorozat, hiszen látszik, hogy az Almás-pataktól távolabb, a következő vízfolyáshoz közelebb mutatja. Ami még fontosabb, a jelkulcs. A jelkulcs is sokat segített, mert ez a jelkulcs azt mutatta ezekben a térképeken, Turbék az egy közepes jelentőségű városias hely. Tehát egy ilyen azon a település hierarchián mutatta Turbékot, ahol mondjuk az alföldi mezővárosok. Tehát volt egy irányunk, egy távolságunk, volt egy földhasználati jellemző, ugye szőlő és gyümölcs, és egy orográfiai jellemző, tehát hogy valami dombtetőn kell keresnünk a helyet. Nem csupán képzeletünkre kell hagyatkoznunk, hiszen készült egy részkarc, az Eszterházy Pált mutatja, aki ugye a lovát ugratja, a ló lábainál pedig a téli hadjáratnak az állomásai láthatók. Nyilván valóan sematikus ábrázolásról van szó. Viszont a ló hátsó lábainál látjuk, hogy sziget mellett van egy település, amelyet egy dombtetőre, vagy itt egészen pontosan egy hegytetőnek ábrázolja, nyilván egy kicsit túlzás ez a meghatározás, de mégis egy kiemelkedésre helyezi, és ott láthatunk egy szorosan egymás mellé épült erődvárosnak a jellegét mutatja, és egyértelműen egy minaret képét is látjuk a dombtetőn. Tehát most már egészen sokat tudunk erről a helyről. Hát az a hely, ahol végül aztán kutatni kezdtünk, az tulajdonképpen ez a hely ma is úgy néz ki, ahogyan ezek a források a 350-400 évvel ezelőtt leírták ezt a helyet. Mégpedig itt van a Szilvási csárda épülete, itt a nagy az útnak a kanyarulatánál, és itt látjuk a rózsadűlőt, itt látjuk a Nefeles dűlőt és a Margaréta dűlőt. Ezeknek a dűlőknek a környékén, a felszínen meglehetősen sok jele van az oszmánkori életnek. Itt a terepbejárások során szemügyre vettük, hogy a lábunk alatt mi hever, és hát itt látjuk, hogy bal oldalon tégla törmelék, balkáni tetőcserép töredék és jellegzetes habarcs anyag, ami különbözik a későbbi barokk habarcstól, vagyis különbözik a tégla a későbbi barokk téglák törmelékétől, tehát török épület anyagokra utaló maradványok kerültek elő, de ne néhányra tessenek gondolni, hanem óriási mennyiségben és nagyon nagy kiterjedésben. A jobb oldalon láthatjuk itt a használati kerámiát, azoknak a töredékeit, sőt, még néhány egészen különleges lelet is előkerült. Turbékon, Szőlőhegyen, egyik szőlőtőkénél egy Ming korabeli porcelán csészének a töredékét sikerült megtalálni. Hát azért ez egy fantasztikus dolog. A helyszín, amelyet aztán vizsgálati területnek választottunk, az ugye ez a terület, ugye, hogy haladunk kifelé Szigetvárról, elmegyünk a turbéki katolikus templom mellett, és tovább megyünk még több mint 1 kilométert, 1,2-t, és eljutunk erre a helyszínre, amit az előbb is mutattam a műhold felvételen.
Ez a helyszín a bejárások nyomán egy viszonylag nagy kiterjedésű rommezőnek bizonyult, itt látjuk ennek a kiterjedését, és látjuk, hogy a leletek intenzitása az változó. A területnek a belsejében sokkal intenzívebb, mint a peremeken. Ott, ahol legintenzívebb volt, ott pedig talajradarral, geofizikai módszerekkel kezdtünk el vizsgálódni, és hát 2014 karácsonyára kaptam kézhez ezt az ábrát, amely olyan nagy épületeket mutatott igen kis mélységben, melyeket délkeletre tájoltak. Tehát ezen a területen az épületeket jellemzően észak-déli irányba tájolják ma. Ezek az épületek viszont nem feleltek meg annak a tájolási iránynak, hanem itt látjuk a kiblát, tehát azt az irányt, amely Mekkára mutat, és ezek az épületek délkeletre voltak tájolva. Az egyik pedig olyan precízen volt Mekkára tájolva, hogy kevesebb volt az eltérés, mint egy fok. Ami hát elég valószínűtlennek tűnt, hogy ez csak úgy véletlenül valaki pont így tájoljon egy épületet. Mielőtt viszont elkezdtünk volna ásni, még egy dolgot elkövettünk. Távérzékeléses módszerekkel meghatároztunk egy árokrendszert. De hát a döntő elem ugye az volt, hogy valóban oszmánkori épületeket rejt itt ez a szőlőhegy, és hát ezt 2015 őszén tudtuk bizonyítani. Ugye itt látjuk az ásatás helyszínét, október-novemberben látjuk egyébként a gyümölcsfákat, látjuk itt oldalt a szőlő tőkéket, és hát ami előkerült, az, hát azt mondhatom, hogy ez egészen szenzációs volt. Hát ilyen méter vastag falak kerültek elő, olyan falak, amelyek elbírják a kupolát, ráadásul olyan sok ólomlemez is előkerült itt az ásatás környezetébe, hogy azt tudtuk mondani, hogy ezt az épületet ólomlemezzel fették ebben az időszakban. Hogy az épületnek mi a funkciója, először volt egy kis bizonytalanság bennünk. Az első hipotézisünk az volt, hogy talán egy kisebb dzsámiról van szó, szépen délkeletre van tájolva, de miután nem került elő a mihráb fülke a délkeleti oldalán az épületnek, és nem találtunk minaretet, ezért egy idő után arra kezdtünk el gondolni, hogy hát lehet, hogy a türbét találtuk meg rögtön. A döntő bizonyítékokat ebben a tekintetben egy úgynevezett rablógödör szolgáltatta. Ez a rablógödör, ez 2 méter mély volt egyébként. Úgy tűnik, hogy amikor visszafoglalták a keresztény seregek Szigetvárt a töröktől, 1688-89 idején egy blokád alá vonták ezek a keresztény csapatok a várat és a várost, ekkor itt volt a főhadiszállás. Ahogy Szulejmánnak is megfelelő volt főhadiszállásnak a hely, úgy tűnik, hogy a keresztény seregek is itt rendezkedtek be, innen nézték Szigetvárt. Később az épület elpusztításakor ebbe a gödörbe nagyon sok olyan maradvány került, amelyből lehetett az épületnek a jellegére következtetni. Látjuk, hogy mikor már teljesen kiásásra került. Ez egyébként a 8x8 méteres központi helyiségnek a kellős közepén volt ez a hely, ahol az egykori rablók a sírt, pontosabban a szultán szívét sejtették, tehát ebből kerültek ki olyan leletek, Erika kolléganőnk kezében tartja ezt a palmettát. Ez a díszítés az isztambuli Szulejmán türbének a díszítését ismétli, vagy ahhoz nagyon hasonló. Ez volt az egyik ilyen fontos lelet, és a másik pedig ez, a Szulejmán pecsét, amely arról tanúskodik, hogy pompázatos kőfaragványok díszítették ezt az épületet. Most együtt ez a kép úgy tűnik, hogy egy birodalmi épületről, egy szultánhoz méltó épületről volt szó. Ugye így jutottunk el 2015. decemberében arra a pontra, hogy azt mondtuk, hát minden jel arra mutat, hogy a türbét sikerült megtalálnunk. Tehát amikor az ásatás befejeződött tavaly késő ősszel, akkor egy újabb geofizikai felmérést készítettünk, már a közvetlen környezetéről a feltárt épületnek, és ez a vizsgálat újabb épületeket produkált számunkra. Egy hasonló, ez a piros, ez a már föltárt épület, ez pedig, ezek jelek, a geofizikai felmérés jelei, ezek arra utaltak, hogy egy hasonló szerkezetű, de nagyobb épület van északnyugatra a feltárt épülettől.
Tehát ez is egy, ez egy 8x8 méteres nagyobb helyiség, itt látjuk a rablógödröt, három osztatú előcsarnokon keresztül lehetett megközelíteni, és mellette állt ez a nagyobb épület, szintén hasonló szerkezetű hármas osztatú előcsarnokon lehetett északnyugatról megközelíteni. Ez a leírásokból arra következtettünk, hogy a Szokulu Mehmed, a nagyvezír által emeltetett nagyszerű dzsámit sikerült itt megtalálnunk, és mellette az elalakú épületre, a 1664-es ábrán azt gondoltuk, hogy megtaláltuk a dervis kolostornak a maradványait. Összekapcsolva egy tanúvallomás, egy 1693-as tanúvallomással, ugye amikor a helyi katonaság lerombolja az épületeket, a türbét, a dzsámit és a dervis kolostort, egy vizsgálóbizottság érkezik Szigetvárra, és kifaggatja a helyieket. És az egyik tanú elmondja, hogy a két épületet a kápolnának szentelték fel a jezsuiták, a kisebbikbe, a türbébe soha nem volt istentisztelet, írja, vagy hát mondja és írja a jegyzőkönyvvezető, de a nagyobbikba, a dzsámiba, amely a kolostor felé állt, még Radonai Mátyás Ignác pécsi püspök is misézett. Hát leírja a forrás ezt az elhelyezkedést. Tehát türbe, dzsámi, dervis kolostor. A kérdés az, hogy tényleg erről van-e szó. Tehát itt 1664-es ábrán, ami még nyilván a 64-es pusztulás előtti állapotot mutatja, még egy kicsit más az alakja. De ezzel is összevethetők az eredmények. Itt már láthatjuk, hogyan néz ki ez a terület. A panoráma fotó az a bal oldalon a dzsámi és a dervis kolostornak a feltárását mutatja, míg a jobb oldalon a türbe épületet láthatjuk, mert hogy a vizsgálataink megerősítették idén május 22 és július 15 között, hogy a valóban a mellett álló épület egy dzsámi, pedig az elalakú, illetve később U-alakúnak átépített épület pedig egy dervis kolostor. És hát nézzünk még néhány képet meg erről. Ugye azért különlegesek ezek ez az élmény, és különlegesek ezek a képek, mert 324 év óta először láthatók ezek az épületek. Most egy kis virtuális utazásra hívom önöket. Látjuk a dombtetőn elhelyezkedő helyet, ahol Szulejmán szultán úgy tűnik meghalt, és a halálának a helyén felépültek a sírkomplexumnak az elemei. Július közepén vagyunk, itt szorgos munka folyik. Itt pedig a dervis kolostor falai fölött halad el a kamera, és sétálhatunk egy kicsit az egykori falak között. A dzsáminak egy sarka, más falak. Itt közeledünk a északnyugatra a türbe felé. Itt pedig a déli oldalát látjuk a türbe falának. Itt ugye ez délkeletről. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen a tévénézőknek is az érdeklődést.